A nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központban azt az optikai szeparátort, amely Magyarország egyik legnagyobb és legkorszerűbb hulladékválogatója. A modern technológia része annak a komplex beruházásnak, amely a vármegyében összesen három helyen, Nagyecseden, Kisvárdán és Nyíregyházán valósult meg. A szeparátor hivatalos átadása után a projektzáró rendezvény a Vármegyeháza dísztermében, diákok körében folytatódott, ahol dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, nagyon komoly beruházás fejeződött be, melynek célja egy egészséges, tiszta és élhető város megteremtése, és amelyhez szervesen hozzátartozik a hatékony és környezettudatos hulladékgazdálkodás. Hozzátette, Nyíregyházán a szelektív szombat az ovisoktól a nyugdíjasokig tartogat programokat, és vannak olyan akciók, amelyek a szelektív hulladékgyűjtésre hívják fel a figyelmet. Nyíregyházán az önkormányzat számára régóta prioritás az is, hogy ezt az élhető környezetet lehetőségeink szerint legjobb színvonalon megteremtsük, és ezt majd az utánunk következőknek is átadjuk, de az is, ami azt gondolom szükséges, és ezért örülök, hogy ennyi gyerek van itt, hogy a szemléletformálásra figyeljünk, tudatosítsuk ezt. Nagy Balázs közlekedési, környezeti és energiahatékonysági fejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár kifejtette, a nyíregyházi fejlesztés egy országos rendszer alkotó eleme, amely Európai Uniós finanszírozásnak köszönhetően évente több, mint 86 ezer tonna hulladék újrafeldolgozásához járul hozzá. A projekt elsődleges célja egy korszerű hulladékkezelési rendszer létrehozása volt. A megvalósult beruházás a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központban a hulladék előkezelését és hasznosítható anyagok leválasztását tette lehetővé, melynek köszönhetően csökken a hulladék mennyisége és nő a szelektíven gyűjtött hulladék válogatási hatékonysága. A kormány célja, hogy a környezettudatos hulladékgazdálkodás a jövőben is tovább fejlődjön. És hogy egy kicsit a jövőről is beszéljünk, ezeket a fejlesztéseket természetesen nem tekintjük lezártnak. Az út elején járunk, a következő támogatási ciklusban egy még nagyobb, körülbelül 1610 milliárd forintnyi környezetvédelmi és energiahatékonysági fejlesztések várhatók az uniós forrásokból a KEHO Plus keretében. Ebből körülbelül a már megkezdett hulladék hasznosítási intézkedések területében egy további körülbelül 100 milliárd forint lesz az, amit erre a területre a már megkezdett projektek, illetve a megkezdett fejlesztési irányok folytatására kívánunk felhasználni, külön kiemelve ebbe a körforgásos gazdaság és a körforgásos hulladékfeldolgozásnak a szükségességét és prioritását. A mai fogyasztói társadalomban a hulladék egyre égetőbb probléma, ezért annak feldolgozása, újrahasznosítása elemi érdekünk. A projektnek köszönhetően több tízezer emberhez juthatott el az az üzenet, hogy nem minden hulladék szemét, köztük gyerekekhez is. Ugyanis több kategóriában hirdettek szemléletformáló rajz és kreatív pályázatot, melynek eredményhirdetésére is sor került a rendezvényen. Óvodások, alsós, felsős diákok, valamint középiskolások munkáit is díjazták. Mindez része annak a szemléletnek, hogy igazi paradigmaváltás a környezettudatos hulladékgazdálkodás terén leginkább a fiatal generáció bevonásával és figyelmének megnyerésével érhető el.